Képviselő úr következik. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Az európai civilizáció Brüsszel sorozatos hibás döntései miatt egyre mélyebb válságba kerül. Hogy egy példát említsek, és aztán majd mondom tovább, egy viszonylag friss hír, Németországban, az Európai Unió egykori gazdasági motorjaként is működő komoly országban bezártak két templomot. Örömteli hír, hogy Magyarország erre is odafigyel, és Esztergomban ezt követően ez a két harang, amely a bezárt németországi templomból Magyarországra kerül, az Esztergomban fog szólni, és ismét hat harang fog szólni, és hirdeti, hogy Magyarország igenis a kereszténységnek egy világító tornya, egy komoly bástyája, és ezért szeretne maradni a jövőben is. De mindenképpen elgondolkodható, hogy Németország hova jutott. Korábban is láttunk persze furcsa dolgokat Brüsszel döntésének köszönhetően. Láttunk olyan értelmes szakbizottságok felállítását, amely éveken keresztül vizsgálta azt, hogy mi lenne a helyes dőlési szöge a csirkekeltető kerteceknek, ez mondjuk 15 vagy 16 fokos legyen. Évek múltán ez sikerült végül is eldönteni ezt a vitát. Ezek furcsaságok valóban, nekünk magyaroknak mindenképpen, az ilyen európai találékonyság, de az ténykérdés, hogy ettől sokkal súlyosabb dolgok történnek napjainkban. Tisztelt képviselőtársaink, azt látjuk, hogy nem sikerült megakadályozni az Európai Uniónak, hogy az európai kontinensen újabb háború törjön ki. Az orosz-ukrán háború ismét egy szörnyű testvérháború, a délszláv háborút követően. Egy elhibázott válaszreakció, elhibázott szankciós politika követi mindezt, napjainkban is az európai gazdaságot is gyakorlatilag mindez előbb-utóbb tönkre fogja tenni, ha ezt tovább is föntartjuk. Migráció kérdéskörében teljesen másként látjuk a jövőt, és nem megállítani akarja Brüsszel a migrációt, hanem szétosztani. Kvótarendszerben a migránsokat, az illegális érkező, tömegesen bejövő migránsokat, ami egyértelműen magával hordozza a terrorveszélynek a növekedését. Ezt jól láthatjuk, és jól láthattuk az elmúlt időszakban. És ugye a háború kapcsán is nincsen B-terv, nincsen béketerv. Azt látjuk, hogy még több pénzt és még több fegyvert akarnak küldeni Ukrajnába Brüsszel döntésének köszönhetően. Tisztelt képviselőtársaim, Magyarország álláspontja egyértelmű, Magyarország álláspontja, a magyar kormány álláspontja józan ész alapján áll, és a magyar érdekek mellett áll. Migrációt megállítani, az orosz-ukrán háború kapcsán nem egyszer mondtuk el, hogy tűzszünetet szeretnénk, azonnali tűzszünetet és béketárgyalásokat. Megmenteni minél több ember életét ezen keresztül is. Rezsicsökkentést szeretnénk megvédeni, nagyon fontos, hiszen ennek köszönhetően azért látjuk az elszabadult energiárak kapcsán Európa szerte, hogy milyen árak vannak, és elmondhatjuk azt, hogy Magyarországon a legalacsonyabb a lakossági gáz és áramára az egész Európai Unióban. Ez egy óriási érdem, háborúk, szankciók és igen gyorsan változó viharokkal teli világunk időszakában. Brüsszel most nem csak, hogy elfogadja a magyar álláspontot, hanem szembe megy vele, sőt, egyértelműen meg akarja szüntetni a rezsicsökkentést. Ezt a magyar vívmányt, ezt a magyar hungarikumot meg akarja szüntetni. Ezt nem szabad hagyni semmiképpen sem. El akarja törölni a kamatstopot, és el akarja törölni az extra profit adót is. Tisztelt képviselőtársaim, és még itt sem áll meg Brüsszel, egy erőszakosan elfogadott, keresztülvitt kötelező migráns kvótát akar keresztül verni Magyarországon is. Mi ezt semmiképpen sem támogatjuk, és továbbra is biztatjuk a magyar kormányt, hogy álljon ki a magyar érdekek mellett, és tartsa a migrációs, helyes migrációs politikáját is. Tisztelt képviselőtársaim, főleg akkor, amikor a déli határainknál már fegyvereket is használnak a migránsok, és egyre erőszakosabban lépnek föl. Meg kell óvni a magyar emberek biztonságát. Szomorú, hogy az Európai Parlamentben a baloldali képviselők, magyar képviselők megszavazták a migrációs csomagot, ezt az új csomagot a kötelező elosztási kvótárral, és ez azt jelenteni, hogy migráns gettók jönnek létre Magyarországon. Ezt mi nem szeretnénk. És biztatjuk ebben is a kormányt, hogy keményen és következetesen álljon ki. Nagyon fontosnak tartjuk és üdvözöljük a nemzeti konzultációnak a bejelentését, az új nemzeti konzultációt. Szeretném elmondani, hogy ez egy nagyon szép és jó kezdeményezés. Az emberek, az állampolgárok véleményét folyamatosan megkérdezi a kormány. Ez a 13. alkalom egyébként, minden fontos stratégiai kérdésekben kikírja az emberek véleményét. És fontos, hogy ezekkel a friss információkkal, a friss véleményekkel megerősítse a politikáját, az Európai Unió belüli politikáját is, és a külpolitikáját is. Ezekben a kérdésekben ismét az emberekhez fordul majd a magyar kormány. Mi azt szeretnénk, hogy Brüsszelben elérje a magyar kormány, hogy szuverén államként tekintsenek Magyarországra.
továbbra is, és ne akarják ránk kényszeríteni az ő akaratukat. Ebben maximálisan támogatjuk a kormányt. Köszönöm szépen!